névtelen támadás érte az Ügyvéd Akadémiát, amire válaszul, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke nyílt levélben tiltakozott, mondván kikérjük magunknak, hogy a legtragikusabb történelmi korszakokra emlékeztető listázás a tudomány, az oktatás képviselőit követően az ügyvédi kart is utolérte, hogy mi a gond, valakinek nem tetszik, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szakértői is segítik az ügyvédek munkáját. Az akadémia alapítóját, Hidasi Gábort értük el. Méghozzá Hidasi Gábort Skype kapcsolaton keresztül értük el. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Hall engem rendesen? Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Kicsit rosszul, de értem, amit mond. Jó, akkor igyekszem majd hangosabban beszélni. Itt a felvezetőben feltettük a kérdést, hogy hát vajon mi lehet a gond az Ügyvéd Akadémiával, és hát ebből a blogbejegyzésből az derült ki, hogy például az, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szakértőivel dolgozik együtt, és csak hogy a nézők is értsék, olyan problémák vannak konkrétan, hogy például a családjogi jogviták csoport szakmai vezetője egy olyan személy, aki korábban a budapesti nyílt társadalom intézet programiroda vezetőjeként is dolgozott, tehát vagy a Magyar Helsinki Bizottság kérésére látott el feladatokat. Gyakorlatilag azt nehezményezik, hogy a Helsinki, ami szakértőként érzékenyítési feladatokat lát el, segíti az ügyvédeket. Ön egy normális világban értené, hogy ebben mi a probléma? Egy normális világban sem érteném, de most sem értem. Azért nem értem, mert a Ügyvéd Akadémiai munkáját a Helsinki Bizottság egyáltalán nem segíti. Tehát az kétségtelen, hogy tett ajánlatot arra, hogy segíti a munkánkat. Mi ezt nem politikai okokból, egyszerűen szakmai okokból azért nem fogadtuk el, mert megfelelő olyan tantestülettel és olyan oktatói karral rendelkezünk, amelyik képes, tehát belső erőnkből is szakmai magas színvonalon ellátni mindazt, amit mi el akarunk látni az Ügyvéd Akadémiában. Akkor ezzel kapcsolatban még a vádak sem igazak? Tehát alapvető tények sem igazak, de ugye, hogyha az ember ilyen hamis tényekkel szemben védekezik, olyan, mintha mentegetőzni, hát még mentegetőzni is megalázó az ilyen butaságokkal szemben, de hát ha már leírták, akkor nem véletlenül írták, és nyilván, hogyha én most ezeket nem cáfolom, akkor egyesek, akik nem ismerik a valóságot, elhihetik ennek a cikknek az összes egyébként rettenetes állítását. Ugye úgy fogalmazott, hogy nem véletlenül írták le, és ugye az sem történt nyilván véletlenül, hogy most megnéztem, ez a Tűzfal csoport egy 1300 kedvelővel rendelkező Facebook oldal, viszont hogy nem a Magyar Idők átvette ezt az írást. Ezt ön minek tudja be? Mi a baj? Miért került most célkeresztbe az akadémia? Hát a Tűzfal csoport, amit én egyszerűen csak Tűzfal kommandónak hívnék, nem először vette célba az ügyvédséget, az igazságszolgáltatást, a bírói kart, és azért ez a cikk is úgy kezdődik, és erre felhívom a figyelmet, hogy a Bíró Akadémiához hasonlóan beindult az Ügyvéd Akadémia, és a bal liberális és soros szál itt sem elhanyagolható. Ez olyan, mintha a Bíró Akadémiában sem lenne elhanyagolható. Hát én ezt azt hiszem a nevükben is visszautasíthatom, a sajátunkban meg különösen. Nincs bal liberális szám, mert mi nem vagyunk politikai szervezet, mi nem politizálunk, mi szakmailag próbálunk egy tudástöbletet nyújtani azoknak, akikre az ügyfeleik éppen azért számítanak, hogy a tudásukkal segítsék az egyre elbonyolódó ügyeket. De valamit azért csak sejthet, tudhat ennek a hátteréről, hogy ez a támadás most miért érte el az Ügyvéd Akadémiát is? Én úgy gondolom, hogy ha ez a támadás abban a lapban jelent meg, amelyikről itt most hát valamennyien tudjuk a Magyar Idők, akkor az összefüggések egészen nyilvánvalóak. Tehát ez a támadás, ez egy koncepciózus támadás, egy nem véletlen, nem csak egy zsurnalisztikai malőr, ez egy politikailag kitalált olyan akció, amely ellen nem szabad nem védekezni. Nagyon határozottan védekezni kell, és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Bánáti János ezt tegnapi napon félreérthetetlenül, nagyon határozottan megtette, kikérte magának az ilyeneket. Hát de ezen felül, hogy tényleg Bánáti János nagyon határozott hangú közleményt adott ki, hogyan tudnak védekezni? Hát éppen úgy, ahogy én most itt egy interjút adok önnek, és hát nyilván meg fogjuk találni majd a
megfelelő megoldásokat, hogy a megfelelő hangnemben és a megfelelő helyen és a megfelelő sűrűséggel hangsúlyozzuk, hogy ezek a támadások teljesen alaptalanok. Hozzátéve, hogy én most a saját véleményemet mondom, mert a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége még nem foglalt állást ebben a kérdésben. Mégis még mindig azt firtatom, hogy mi lehet a hátterében ennek a támadásnak, hogy valakiknek valami baja van a magyar Ügyvédi Kamarával? Én úgy gondolom, hogy az igazságszolgáltatással. Az igazságszolgáltatás ugyanis az alaptörvénynek, a jogszabályoknak, és annak van alávetve, hogy tisztességesen gyakorolja a hivatását. Minden tagja tisztességesen akarja gyakorolni a hivatását. És ez azt jelenti, hogy néha olyat tesz, ami a politikai akarattal szembe halad. Na de ezt is csak azért teszi, mert az alaptörvénynek és a jogszabályoknak van alárendelve, és mert tisztességes. Ezt tudomásul kell venni. Hát Mi ilyenek vagyunk? Ugye Tisztességesek. a bíróságok esetében ezt úgy oldották meg, hogy a politikailag kényes ügyek mostantól, majd ha megtörténik a törvénymódosítása, külön bíróságokon fognak kikötni. Hiszem azt egyébként, hogy abban a pillanatban, hogy valaki bíró lesz, teljesen mindegy, hogy hol. A törvények szellemében, saját lelkiismerete szerint, saját meggyőződése szerint fog dönteni, és nem mások meggyőződése fogja közvetíteni az ítéleteiben. Hát ez legyen így, az ügyvédeket meg lehet félemlíteni ilyen támadásokkal, mert hogy itt azért, most én nem fogok név szerint idézni, de több ügyvéd név szerint van idézve a véleménye miatt. Megfélemlíteni biztosan nem. Egyébként szakadást okozni az ügyvédi karon belül, azt lehet előidézni, lehet politikailag szétválasztani ügyvédeket egymástól, de azért azt szeretném elmondani, hogy mi büszkék vagyunk arra, az egész ügyvédtársadalom, a kamarák, a budapesti és a vidéki kamarák is, hogy nem politizálnak, hogy remekül kijönnek egymással, politikailag egyébként különböző állásponton lévő kollégák, és éppen azért, mert van egy nagy szolidaritás közöttünk, és ez a szolidaritás az az erő, amivel tudunk védekezni az ilyen típusú támadásokkal szemben. Igen, csak manapság már az is politizálásnak számít, hogyha szakmai véleményt mond mondjuk egy-egy törvényjavaslatról, vagy törvénymódosításról, vagy alaptörvénymódosításról, és az nem rímel a kormányzati álláspontra. Hát a szakmai vélemény nélkül nincs szakma, nincs olyan Egyet szakma. Egyetértünk, attól még ez egy ilyen világ. Tehát aki azt veszi rossz néven, hogy éppen a jogászi szakmában vannak vélemények, és hogy azok eltérőek, vagy hogy azok éppen a jogalkotó álláspontjával szembeniek, azok elfelejtik, hogy ez a szakma erről szól, érvekről, vitákról, véleményekről, ütközésekről. Ha nem így lenne, akkor ez a szakma nem érne semmit. Hát igen, csak hogyha mondjuk ezt kormányon is osztanák ezt a véleményt, akkor lehet, hogy a Magyar Idők nem vette volna át ezt a, ön úgy fogalmazott, hogy tűzfal kommandó féle írást. Én azért szeretném megjegyezni, hogy mindenkinek ebben az országban, aki bajba kerül, első számú dolga, hogy ügyvédhez forduljon. A védettséget elsősorban hatalmasok és szegények, elesettek és magabiztosak is. Ha egyébként ügyük van, ha tanácstalanok, ha járatlanok valamiben, akkor ügyvédtől keresik, vagy ügyvédtől várják a segítséget. Ez így van azoknál is, akikről most ön beszél. A kormány tagjai is, ha ügyük van, akkor valószínűleg nem a kormányhoz fordulnak, hanem ügyvédhez fordulnak. Igen, de nem éppen ez a baj az ügyvédekkel, és nem lehet, hogy ez a támadás éppen azért éri őket, mert hogy a kormány szinte semmivel nem nagyon lehet megrengetni, de a nyilvánosságban azért teret kapnak azok az ítéletek, amik arról szólnak, hogy adatigénylési ügyekben vagy más ügyekben elítélik mondjuk a minisztériumot, meg kormányzati politikusokat, meg kormányzati szereplőket. Nem ez a gond? Ennek csak egy oka van, hogy azok, akik ezeket a pereket elveszítik, azok helytelenül alkalmazták a jogot. És a bíróság pedig egy jogvitában, ahol valaki egyébként az ellenvéleményét és az ellenérveit próbálja érvényesíteni, éppen a kormánnyal szemben foglal állást. Ennél szebb egyébként azért nincs, mert ha ez nem így lenne, ha nem lenne ez néha így, akkor tényleg megszűnne minden biztonságérzete az állampolgároknak, mellesleg a kormánynak is, mellesleg mindazoknak, akik most az ügyvédeket támadják. Hát annyira szép lenne, hogy ha ez így működne, de hát ha most ön leülne egy kormánypárti politikussal, süketek párbeszéde történne, nem érzi így? De mert nekik is van véleményük, és ezek a vélemények ütköznek. Hogyha egy újságírónak hiszünk, és egy újságírónak azt elhisszük, hogy a kormány nem hisz abban, hogy az ellenvélemények gazdagítják egyébként azt a palettát, amin ő is dolgozik, akkor baj van, mert
azért az ilyen minőségű, már hogy úgy értem, hogy gyenge minőségű cikkek nem rombolhatják szét a társadalom egészséges rendjét, nem szüntethetik meg az egészséges vitákat, és hogyha ez a viták egyébként rossz érzéseket okoznak egyesekben, mondjuk a kormánytagokban, akkor persze ők is kifejtik a véleményüket, de ettől még az ügyvédtársadalom nem, nincs behálózva, ettől az ügyvédtársadalom még nincs soros hálójában, hát ez nevetséges. Igen, de azért egy fél mondattal azt mondta, hogy egy ilyen szöveg alkalmas lehet arra, hogy hasadást idézzen elő az ügyvédi kamarában. Ennek mekkora veszélyét látja? Tehát a hasadást az idézi elő, hogy politikailag megbélyegeznek közülünk néhányat, és nyilván akik nem azon a politikai platformon vannak, de nem ügyvédként, magánemberként, mert azért mi is emberből vagyunk, nem csak jogászból, azok úgy érzik, hogy valamiért leválasztották ezeket a személyeket az egész közösségről. Mi ez ellen védekezünk, mi senkit nem hagyunk azért leválasztani a tagjaink közül, megbélyegezni őket, csak mert nekik egyébként ugyanúgy van véleményük, csak éppen eltérő, mint másoknak. Hidasi Gábor, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét. Nagyon szívesen, köszönöm, felkérni.